Köszöntöm Önöket, a Karcz nyári válogatását látják. Ha nyár, akkor Balaton, ha pedig Balaton, akkor Balatonárt. A Zömében vonyarcvashegyi művészekből alakult közösségnek egy éve nyílt kiállítása a Hevesi Sándor Művelődési Központban. Az 1999 óta működő csoport művészei, festők, fotósok, grafikusok és kézművesek állandó inspirációt és támogatást jelentenek egymás számára. Joggal lehetnek büszkék önmagukra, és a község is rájuk, mert kiállításaikkal akár az országhatárt is átlépték többször is már. Ma 9 festőművésszel, egy grafikussal, egy fotóművésszel, egy szövőmesterrel és egy különleges fafaragó mester munkájával ismerkedhetnek meg önök itt ebben a teremben. Hogy 1999 óta működik a csoportunk, azt az akkori Major Lajos, akinek most is a fafaragásai ki vannak állítva, ő alapította, és most 2006 óta 12 éve én vezetem a közösséget, és mit kell tudni rólunk? Azt kell tudni rólunk, hogy túlnyomó részt festők vagyunk, ezen kívül hozzánk tartozik még a grafikus, fotós, szövő, tehát nem csak egy irányba dolgozunk. Nagyon változatos csoportról van szó. Arról esetleg lehet-e tudni, hogy az alapító milyen szándékkal hívta létre ezt a közösséget? Mit szeretett volna elérni ezzel a csoporttal? Amennyire én tudom, az alapító annak idején is arra gondolt, hogy a környékbeli művészettel foglalkozó embereket összefogja. Abból indulok ki, hogy én is most ezen igyekszem, hogy a környékünk nem csak vonyarcvasi egyek vagyunk, hanem egészen Keszthelyig, tudom én, Badacsony, Tördömicig úgy el vannak azok a tagok, akik hozzánk tartoznak, és igen, az a lényege, hogy összefogjuk őket egy csoportba, hogy együtt legyünk, együtt alkothassunk. A közösségi élet miként nyilvánul meg önöknél? Azt hallhattuk, hogy évente minimum 10 kiállítást rendeznek, tehát ez fix, de azon túl találkoznak-e rendszeresen? Hát igen, ezt úgy csináljuk mindig, ugye januárban, illetve már majdnem mindig decemberben kész van a következő évi program, amit megszervezek, szervezünk, attól függ, hogy ki mibe tud segíteni. És akkor úgy szoktuk csinálni, hogy minimum 2 darab kiállításunk van, egy tavaszi, egy téli tálat, egy őszi tálat, és akkor igyekszünk egyet a közelbe kiállítani, egy meg mondjuk most ez a kanizsai számít egy távoliabbnak. De már voltunk nagyon-nagyon sok fele, és az a lényege, hogy tehát erre, úgy mondom, erre tanulunk, erre alkotunk a téli időszakban, mert körülbelül szeptember végétől március végéig a helyi, a vonyarcvasi művelődési házba foglalunk magunknak egy termet, és minden második héten alkotónapokat tartunk, egész napos szombati alkotónapokat, és ott alkotunk a tavaszi tárlatra, és esetleg már a következő őszi tárlatra is. Tehát ezek mindig azok most is a kiállítási anyaga, amit most önök itt látnak, ezek mind az utolsó alkotásaink, tehát nem 10-20 évvel ezelőtti darabok, hanem igyekszünk, tehát nagyon sokat találkozunk, hogy együtt tudjunk alkotni, ez a lényeg, és akkor együtt vagyunk egész nap, egész télen, és együtt kritizáljuk egymást, együtt alkotunk, együtt örülünk, úgyhogy ez egy nagyon jó kis család, úgy mondhatom, szorosan együtt vagyunk. Éppen erre akartam rákérdezni. Az emberek többsége talán azt gondolja, hogy a művészek nagyon elmélyülten, ez igaz is, de sokszor magányosan végzik a maguk is tevékenységét. Milyen érzés egy közösség tagjaként együtt dolgozni, egymástól tanulni adott esetben? Ahogy már említettem, igen, egymást kritizáljuk is. Nem mindig esik jól a kritika, ez természetes is, de nagyon lehet belőle tanulni a kritikákból, mert én azt mondom, ha valaki otthon tanul, otthon dolgozik, alkot, nyilván annak is megvan a maga
minden második héten találkozunk, abból induljunk ki. Természetesen nem csak akkor ülünk le alkotni, hanem már közt is van, aki elhozza már, amit otthon egyedül alkotott. És akkor jön a súlyos pont, hogy hú, a kritika. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy igen, jó egyedül alkotni, de nem árt, hogyha sok szem ránéz az alkotásokra, és akkor derül a fény, hogy amit én annyira jónak tartottam, azért sántít, itt-ott van hibája. Tíz évvel ezelőtt tudtam meg, hogy van Vanyarcvashegyen egy alkotócsoport. Akkor még dolgoztam, de azért elmentem egy közgyűlésre, és hát amit ott elmondtak, megtetszett, és az én akaratom is az volt, hogy most már éppen itt az ideje a festést elkezdeni, illetve folytatni, és azóta is tag vagyok a Balatonártban. Mert hogy régen is akkor festett ezek szerint. Igen, hát több mint 10 éve kezdtem. Németországban élt dr. Nagy Miklós Szincingben egy festőművész, sajnos már nincs közöttünk, és ő vitt el a Saródi Ferenci alkotótáborba, és nagyon megtetszett, folyamatosan jártam, és az volt a kezdet tulajdonképpen, hogy így folyamatosan dolgoztam. Említette, hogy itt 10 évetag, nagyon szép kerek évszám. Mit adott ez az egy évtized, hogyha így visszagondol? Mi az, ami miatt azt mondaná, hogy na igen, megérte csatlakozni a Balatonárthoz? Hát először is az a boldogság, amit egy kész alkotás nyújt, aztán a társaság, akkor sokfele jártunk az országba és külföldön is, különböző alkotónapokon, táborokban, és most a legutóbbi élményem, hogy készült egy DVD az alkotásaim egy részéről, és a Depression zenekar vezetője zenét is írt hozzá speciálisan csak nekem, csak az én képeimnek, és most ennek nagyon tudok örülni. Más egyébként így nézve a festményeknek a hatása, mint amikor kint vannak a falon? Hát igen, mert azt beszéltük meg, hogy olyan színes és pörgő zenét szeretnék hozzá, mint amilyenek az én képeim, és azt mondta, bízzam rám, és nagyon összejött. Hát színekben így sincs ugye hiány, azért úgy látom, hogy mindenféle képet hozott, tehát van virágos tájkép is, egy picit a művészetéről meséljen, miket szeret alkotni. Hát eleinte akvarellel kezdtem, aztán, ahogy megismertem az akrilt, arra áttértem, de közben ugye ismerkedtem az olajjal, és a pasztellal is, és azért úgy megragadtam az akrilnál, azt tetszik a legjobban. Aztán a képeim expresszívek, színesek, hát szeretem a vidámságot, és ez ebben is tükröződik. És egyébként szeret elveszni a részletekben, mert itt azért a virágok is nagyon szépen ki vannak dolgozva. Hát az nagyon nem jellemző rám, ez egy különleges alkalom volt, ez a pipacs csokornál. Inkább hajlok arra, hogy ami éppen a hangulatom van, és azt viszem a színeket is, meg a formákat is a festővászorra. Tehát akkor igazak azok a gondolatok, amik a megnyitón elhangoztak, hogy a festmény nem csak festékből el, hanem érzésekből és gondolatok is. És a szemlélő dönti el, hogy ő abból mit fog föl, és mit érez. Hogy érzi egyébként, mennyit változott a festészete azóta, hogy elkezdett együtt dolgozni a többi vanyarcvashegyi alkotóval? Hát én úgy érzem, hogy nagyon sokat fejlődtem, azért 10 év hosszú idő. Voltak neves tanítóink is, akik foglalkoztak velünk, és a Zsarródi-Soproni részen is úgy szintén, és ennek a hatása azért érződik az alkotásaimban. Négy képet hozott magával, ez mennyire reprezentatív, hogyha az ön egész munkásságát nézzük. Milyen képeket szeret készíteni?
Én hát most ezt a kis sorozatot a télen készítettem, de azért hajlok az ilyen expresszionista, kicsit expresszív dolgokra. Ez mondjuk inkább olyan plakátszerű valami, de imádom ezt, és fontosak nálam a kontúrok, a befejezés. Tehát ez, hogy ez kontúr, ez én vagyok, mindenképpen én vagyok. Nekem, én kint éltem Németországban 20 évig, nekem volt egy tanítómesterem, ott egy igen híres, a Lothar Kittelmann festőművész, ő abszolút szuper expresszionista volt, és 17 évig ott álltam a háta mögött, meg együtt festettünk, és sok minden úgy rám ragadt. Mondjuk, ami már most úgy még úgy lepereg, úgy nagyjából rólam, ez a kontúros világ, ez megmat, ez meg nincs kontúr rajta, nincs befejezve részemre a festmény. Úgyhogy hát körülbelül ez azért úgy visszatükrözi, amit alkotok, amit szeretnék megmutatni a közönségnek. És milyen témák foglalkoztatják? Téma? Nagyon különböző. Ez mindig egy kicsit a lelkivilágomtól is, mint minden alkotó, mint minden embernél. Lehet az egy akármi, nem muszáj neki művészléleknek lenni, egy egyszerű embernek is. Ha rosszul főzi meg azt a levest, akkor most rossz kedve volt. Igen, van úgy, hogy a téli képeken látszik, hogy sötétek, nem kedvesek, nem vidámak, a színei mások, sötét zöldek a színek, barnák. Aztán, hogy tavaszodik, akkor jönnek ki ezek itt, hogy hurrá! Nagy vállalkozás végére került, pont amikor hosszú előkészület után megjelenhetett az Jézsús István munkásságából ízelítőt adó művészeti album. A kötetet még a télen mutatták be a Túri György Múzeumban. Az eseményen a nagykanizsai származású művész fia, Sós Barnabás is részt vett. A művészeti album ötlete a 2002-ben elhunyt Jézsús István fiától származott. Sós Barnabás a Nagykanizsára került mintegy 800 alkotást felölelő hagyatékból, 160 festményt és grafikát választott ki a könyvhöz. Örömmel tartom a kezembe ezt a nagyon várt albumot, és köszönöm a városnak és mindazoknak, akik közreműködtek ebbe. Remélem, hogy apám is valahonnan talán figyelemmel kísér bennünket, és megelégedéssel fogja forgatni, mint én is. Nagy szeretettel ajánlom mindenkinek, aki szereti a művészetet, és örömét leli a szép alkotásokba. Nagyon köszönöm azt, hogy meghívtak ennek az albumnak a bemutatására, és jó szívvel, nagyon nagy hálával gondolok vissza, és szívembe zárom Kanizsát, apám szülővárosát. Nehéz visszaemlékezni. 100 évet élt, én most még csak a 90-et taposom, és nagyon-nagyon sok olyan emlékem van, főleg a 30-as, 40-es évekre gondolok vissza, amikor a Sárvári templomot festette, illetve annak a terveit csinálta. A rendezvényen Lehotelm János esztéta mutatta be a kötet szerkezeti felépítését, valamint az élete nagy részét Kaposváron leélt művészről és alkotói korszakairól is értekezett. A mai művészek, a mai alkotók veszik a trendet, figyelik a világot, nyitottak arra, hogy mi változik a művészetek területén, és megpróbálnak arra rezonálni. Én Jézsús Istvánnál azt érzékeltem, hogy az emberiség ezen belül is elsősorban az európai nyugati kultúrának a tradícióját és az értékét, mondhatnám is azt, hogy a tábor tüzét tartotta fontosnak, a köré ült le, nem a trendeknek és az időnek, a kronológiának az előhaladtával ahhoz alkalmazkodott, hanem ő úgy gondolta, hogy van ennek a kultúrának egy olyan magja, lángja, amit hordozni kell egy művésznek akkor is, hogyha az éppen nem trendi. A gazdagon illusztrált magyar-angol nyelvű album, amely a Túri György Múzeum gondozásában jelent meg az önkormányzat támogatásával, méltó módon állít emléket Nagykanizsa néhai díszpolgárának.
A Zésós hagyaték 1997-ben került Nagykanizsa tulajdonába, és 796 alkotást őriz azóta is a város, illetve a Turi György Múzeum. Gondozzuk ezt a gyűjteményt, időszakos kiállításokban már láthatta a város közönsége, és a maga a kötet pedig úgy alakult, hogy Sós Barnabás, az alkotó fia szerette volna, hogyha egy ilyen kötet kiadásra kerül, ami természetesen egyezett a mi véleményünkkel és a városnak a törekvéseivel is, úgyhogy így egy hosszabb előkészítő munka után megszületett ez az album, amit a mai napon bemutathatunk, ugyanis egy ilyen albumnak a megjelentetése sok rétű feladat. Először is ki kellett válogatni az alkotásokat, amelyet Sós Barnabás, Zésós István fia ajánlott a figyelmünkbe, tehát a 796-ból 160 alkotást választott ő ki, amit szeretett volna, hogy megjelenik ebbe az albumba. Ezt mi is kiválogattuk fizikailag, a keretekből kiszedtük, megtisztítottuk, és Hol Zoltán, a múzeum fotósa lefényképezte, művészi fotót készített róla, és ezután a C4Z kulturális mérnökség Balogh József szerkesztette meg a kötetet. Tudja Beáta írta az életrajzot, történész muzeológus kolléganőnk, és nagyon hálásak vagyunk dr. Berecki Lóránt előszabáért, aki művészettörténész. Mindenképpen érdemes fellapozni ezt a kötetet, ugyanis Zésós István egy évszázad krónikása ezzel a címmel írta a bevezető tanulmányát dr. Berecki Lóránt, és valóban a 20. század festészete, és magának egy kicsit a 20. századnak a története is benne van a tematikusan válogatott fejezetekbe, képekbe, alkotásaiba. Zésós István nagyon sokrétű művész volt, és ezt a sokrétű alkotás halmazt láthatjuk ebben a 160 képben, és tényleg mindenféle művészeti irányzat, ami a 20. században megtalálható, annak egy-egy ízelítőjét és nagyon színvonalas alkotásait találhatjuk meg ebbe az albumba. Úgyhogy tulajdonképpen egy olyan gyűjteményes album, ami átfogja a 20. századot, és tényleg egy évszázad krónikásaként ismerjük meg belőle Zésós Istvánt. Évvel ezelőtt, 1969-ben volt a Woodstocki Fesztivál, amely a 60-as évek egyik meghatározó eseménye volt. Még ugyanebben az évben a kaliforniai Altamont Fesztiválon halálra késeltek egy 18 éves fekete fiatalembert. Meredith Hunter története a Képzelt Riport egy amerikai popfesztiválról című rock musicalben is visszaköszön. A darabot a Veszprémi Pannonvár Színház mutatta be az év elején Nagykanizsán. Az első magyar rock musicalt tekinthette meg a kanizsai közönség a Hevesi Sándor Művelődési Központban. A Képzelt Riport egy amerikai popfesztiválról, Déri Tibor azonos című kisregényének musical változata. A több mint 400 előadást is megért darabot 1973-ban mutatták be először a Víg Színházban. A kultikus művet ezúttal a Veszprémi Pannonvár Színház állította színpadra. A történet egy amerikai rockfesztiválon játszódik, középpontjában pedig egy magyar emigráns házaspár áll.
Az egyik főszereplőt, Józsefet, Gazdag Tibor alakította, akinek zenés színészként ez volt az első darabja. Nagyon izgultam, hiszen én előtte még nem csináltam ilyesmit. Egyszer, a másik meg, hogy már akkor ennek az előadásnak, vagy darabnak nagyon nagy nimbusza volt, hiszen ez egy ikon előadás volt már akkor is a 90-es évek elején, bőven, hiszen ez a 70-es évek elején készült el a Víg Színházban. Tehát ezt a darabot játszani, hogy ezt a szerepet, ez mindig egy óriási kihívás volt. Főleg egy fiatal pályakezdőnek, mint amilyen én voltam. Isten bocsásson meg a bűnös lelkünknek! Vizemére mei domine secundum magnam, misericordiam tua! A Pannon Várszínház új szereposztással tisztelgette a musical bemutatásának 45. évfordulója előtt. Gazdag Tibort több mint 20 év után újra József szerepében láthatta a közönség. Az lepett meg, hogy így 25 év után egyszer csak a Vándorfi Laci megint kitalálta, hogy játszom el ezt a szerepet. Nem is megijedtem, csak nem nagyon értettem, hogy hát ez egy fiatal szerep, tehát én már jóval elmúltam, 20 éves, úgyhogy nagyon, de aztán meggyőzött, hogy talán másféle színei lesznek a figurának, és valóban így is lesz, elkezdtük próbálni újra a darabot, semmire nem emlékeztem, azt hozzá kell, hogy tegyem, teljesen más most a színpadkép is, tehát minden másképp, mint annak idején volt, de teljesen másképp szólalnak meg most bennem azok, nem csak a dalok, hanem a prózai szövegek is, és érdekes módon azt érzem, hogy most közelebb érzem magamhoz a szerepet, mint akkor fiatalkorunk, pedig hát érdekes, ez egy fiatal szerep, és nem egy ilyen idősödő figurája. Kovács Ágnes Magdolna korábban Beverlyt játszotta, az új szereposztásban azonban Esztert, József feleségét formálta meg. Én 13 évig játszottam Beverlyt, most idén kaptam meg az Eszter szerepét. Hát annyiban más, hogy teljesen. Az egyik az amerikai lány, aki a biszexualitást képviseli a darabban, illetve a másságot, az értelmiséget. Eszter pedig egy zsidó származású lány, aki Amerikába került ki, Józsefhez ment feleségül, és végül is így lettek partnerek, és találkoznak Montanában. Ez a két karakter teljesen más személyiség a kettő. Az egyik az egy idősebb korosztály, a Beverlyt idősebb, egy értelmesebb leányzó, az Eszter pedig egy szabadabb verzió, egy fesztiválozósabb, naívabb, vidámabb, egy kicsit más felől közelíti meg az életet. Beverlyt egy kicsit racionálisabb és gondolkodóbb típus. Én karakterileg Beverlyt vagyok, tehát a színészek azok így általában tudják, hogy mik az ő szerepeik, mik az ő karaktereik, tehát én tipikus Beverlyt vagyok, én ebbe bele is nyugodtam, hogy ilyen forradalmár, típus állandóan lázadozó ember vagyok, és amikor idén megkaptam az Esztert, akkor úristen, ez nem fog menni. Nem olyan, mint én, sokkal gyengédebb, lágyabb vonásokkal rendelkezik, naívabb, és volt még egy probléma ezzel a dologgal, hogy hát állandóan a saját végszavaimat hallom vissza a színpadon, azért az elég kellemetlen megcsinálni úgy egy szerepet, hogy magammal beszélgetek. Tehát volt a próbaidőszaknak egy olyan két hete, amikor én el kellett felejtsem az addigi szövegemet, mert hát baromira zavart, hogy mondom a szövegemet, és akkor válaszoltam saját magamnak. Tehát hogy a saját partneremet játszom most jelen pillanatban. Presser Gábor slágerré vált dalai és a darab mondani valója
napjainkban is minden korosztály számára aktuálisak. Pont ezen gondolkoztam az elmúlt napokban, hogy talán a nyelvezete a darabnak egy kicsit réges, de nem úgy réges, mert nyilván tele van bibliai szövegekkel, bibliai utalásokkal, amik ugye azért tudjuk, hogy az mindig eléggé érvényes szöveg minden időben, és egyfajta törvényszerűségnek felel meg. Úgyhogy maga a mondanivaló az mindig érvényes. Talán egy picit a szövegek egy picikét porosabbak, ma már nem azokat a szavakat használjuk, akár a kábítószerekről beszélünk, akár más kapcsolatokra, vagy emberi kapcsolatokra. Nyilván nem úgy beszélünk, mint mondjuk a 70-es évek elején, de ha ettől elvonatkoztatunk, szerintem mindenki tud azonosulni a sztorival. Hogyan mondjam el, amit nem lehet, mert szó az nincs, csak képzelt. Adásunk végére értünk, munkatársaim nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak, nézzenek minket jövő kedden is, viszontlátásra!